A település apraja nagyja besegített hétvégén a hagyományőrző disznóvágáson Kakasdon. A Németház udvarán a helyi népcsoportok, székelyek, svábok és felvidékiek szokásai szerint történt a húsfeldolgozás és a töltelékek készítése. A svábos disznó megtisztítás az a forrázással történik, tehát akkor a disznónak a szőrét forró vízzel, és utána persze perzselővel távolítják el. A székely disznóvágásnál pedig szalmával igyekszünk ugyanezt elkövetni, de hát inkább beleégetni, kiégetni a szőrtűzőket is belőle. Idén 21. alkalommal rendezték meg a közös disznótort. Mindenkinek megvolt a maga feladata. Pásztor Józsefné már hosszú évek óta vezeti ilyenkor a konyhai teendőket, amelyekben a helyi asszonyok nyújtottak segítőkezet. Először is reggelire csinálunk sült májat, vérpörköltet, tokaszalonnát sütünk meg, és málét reggelire. Ebédre lesz szaurez, amit a német asszonyok fognak segítségemmel megcsinálni, és utána lesz galuska estére, meg a németeknek gombóc. Ezek mellett természetesen a sült hurka és kolbász sem maradt el. A település polgármestere elmondta, hogy bár az elmúlt 2 évben a koronavírus járvány miatt nem tudták megrendezni a programot, szeretnék azt ismét minden esztendőben megtartani, hogy át tudják adni a hagyományokat a fiatalabb generációknak. A kicsik is itt vannak, idősebbek is, nagyon jó hangulatú rendezvény. Szól egyrészt a hagyományok őrzéséről, ami nagyon fontos. A disznókat székely és sváb hagyományok szerint vágják le, és az esti asztalra pedig felvidéki rizses májas hurka is kerül, és ezzel próbáljuk a gyerekeknek megmutatni a hagyományos ételeket, ízeket, illetve szokásokat. Az eseményre egyébként a falu 4 testvér településéről is érkeztek delegációk Kakasdra. A nemzetiségi disznóvágás este ünnepi műsorral és közös vacsorával, mulatsággal zárult.